Ma már egyre népszerűbb a kerékpározás, sok családi programot is csinálnak a biciklizésből, ráadásul országszerte egyre több a jó minőségű bicikliút is. A Velencei tó kétségkívül a kerékpárosok egyik legkedveltebb helyszíne. A tó körüli jól kiépített kerékpárút körülbelül 29 km hosszú, amin 3-4 óra alatt kényelmesen végig lehet menni, különösebb előkészület nélkül. A túra kiváló program pároknak, családoknak, iskolás csoportoknak, tehát tulajdonképpen minden korosztálynak. Én is biciklire pattantam, és ugyan nem kerültem meg a tavat, de így is hatalmas feltöltődés volt ilyen csodálatos környezetben tekerni. Útközben megkérdeztem néhány bringást, hogy érzi magát, és milyen sűrűn biciklizik itt a Velencei tónál. Elmentünk egészen az Agárdi kikötőig, és ott tettünk egy nagyon finomat, és nagyon jól érezzük magunkat. Klassz nap ez a mai. Itt laknak egyébként a közelben? Nem, pestiek vagyunk. És tervezik még, hogy legközelebb is eljönnek? Tervezzük? Igen. Tervezzük. Külföldön élek, és amikor jövök, akkor mindig, ahol éltem eddig, Londonban, ott eléggé nem jók a körülmények biciklizni, úgyhogy ha itthon vagyok, akkor mindig itt kielvezem. Édesapám itt lakik Árdonyban, testvérem itt Nyéken, és így szoktam erre mászkálni. Körbe megyek, vagy Dinnyéstől Sokoróig, majd úgy vissza. Attól függ, hogy milyen a széljárás. Mi a véleménye a kerékpárútról egyébként? Tök jó. Akinek nincs saját biciklije, vagy egyszerűen csak messzebbről jön, számos kerékpár kölcsönző közül válogathat. Az Ilaj Bringa például egy igazi családi vállalkozás. Vannak túrabicikliink, vannak mountain bike biciklink, de ezen kívül a gyerekekre is gondolunk, akár már másfél éves, ahogy a gyermek ül, gyerekülés tudunk biztosítani. Úgynevezett holland kocsit, amiben két gyerek be tud ülni, van 20-as tandemunk, ami azt jelenti, hogy 5-6 éves kortól a nagy bicikli után kötünk egy biciklit, és akkor egy gyermek biciklit, és akkor azzal nagyon kényelmesen végig tudja már kerékpározni. Van egy kutyaszállítónk, vagy kisállatszállítónk, ami a állattartók örömére szolgál. A kölcsönzésen kívül még csoportos biciklitúrákat is szerveznek. Itt éppen egy osztályeligazítása történik a tó körüli túra előtt. A váltó azért van, hogy használt. Főleg Pákozdi részen lesz, a Pákozdi területen lesz olyan, ahol kell használni, és ajánlatos is. Miután a fiatalok kiválasztották és kipróbálták a bringákat, a túravezetővel együtt nekivágtak az útnak. Én bízom benne, hogy sikerült kedvet csinálni mindenkinek egy kis biciklizéshez, hiszen annyi gyönyörű hely van hazánkban, amit érdemes felfedezni két keréken. És május 12-én, vagyis holnap kerül sor az idei V4 kerékpáros versenysorozat záró versenyére Budapest és Pannonhalma között. A mezőny délután 13:30-kor rajtol Budapesten a Várkert bazárnál. A cél pedig idén is pannonhalmi bencés főapadság lesz. Köszöntjük a stúdióban Dina Márton versenyzőt és Fazekas Jácint sajtost. Jó estét kívánok az uraknak! De mielőtt még belekezdenénk ebbe a V4 kerékpáros versenybe, Marci, engedd meg, hogy gratuláljak, hiszen te most jöttél haza múlt héten egy versenyről, ahol rangos eredményt értél el. Igen, múlt héten volt a Kárpátienkúria nevezetű 23-as, 6-napos, 7-szakaszos verseny, és az összetettben az 5. helyet értem el. Én úgy gondolom, hogy ez nem egyéni siker, hanem csapatsiker, ugyanis nagyon-nagyon sokat dolgoztak értem a csapattársaim. Hány kilométer volt összesen, amit letekert? Hát körülbelül ilyen 900 kilométer volt a 6 nap alatt, azt hiszem. És hány résztvevőből lettél az 5. összesítő? 150 körül, azt hiszem. Nagyon gratulálunk. Reméljük, hogy akkor ezen a V4-esen, és hogyha indulsz, már pedig indulsz, jó eredménye lesz itt, mire számíthatunk. Marci, szerénykedett egy pillanatra, még visszatérnék, ugyanis egy egyenkénti eredménye volt egy időfutam, egy 2,5 kilométeres hegyi időfutam, ami meghatározza egy ilyen hosszú távú verseny, több naposnak az idejét, és ott 3. volt azon a szakaszon, úgyhogy az meg még inkább, de az, hogy a legvégén a 7 szakasz után 5. lett, az jó, az csapatmunka, de hát tényleg óriási eredmény, és ez azért is, ha a V4-hez kapcsolódunk, rengeteg hasonló, vagy ugyanaz a csapat, minősített csapatot volt ezen a versenyen, akiket várunk szeretettel itt a szombati rajthoz is. 12-én lesz 168,7 km, ha jól olvastam, így emlékszem. Hányan indulnak, milyen mezőny van itt? 170 versenyzőnk van, 29 csapat, 8 országból, és ebből egy minősített csapatot ki is emelnék, a lengyel CCC Polkovice csapatát. Közben mi látjuk az útvonalat a képernyőn. Igen, a 3D-s grafika, ezt köszönjük szépen, ez egy fantasztikus dolog, mint az igazi nagy körversenyeken. És ha az igazi nagy körversenyekről beszélek, akkor meg kell említsem, hogy ennek a...
Telki, Buda Jenő, közben nézzük az útvonalat. Igen. Ez áthalad. Szóval, hogy ez egy úgynevezett harmadik kategóriás verseny, tehát egy a harmadik osztály, hogyha focis nyelven kellene mondanom, a csúcsa ennek a nagy körversenyek aktuálisan például a Giro d'Italia, a Tour de France, illetve a Vuelta, és itt ezen a versenyen úgynevezett kontinentális csapatok indulhatnak, illetve nemzeti válogatottak, meg klubcsapatok is, és épp ebből adódik, hogy szlovén, osztrák, magyar, cseh, szlovák, lengyel természetesen is magyar csapatok. Én azt mondom, hogy akkor én megragadom a mountain bike-ot és nekivágok, akkor az nem lehetséges. Nem. Ez profi verseny, tehát profi versenynek minősül. Mondjuk, hogyha az európai ranglistát nézzük, vagy azokat, akik indulnak, akkor mi hol állunk? Hát azt hiszem, hogy ezzel a Pannon Cycling Team-mel mi a harmadik osztályba állunk egyenlőre, de törekszünk arra, hogy följebb lépjünk. Milyen eredményt vártok ti ettől a versenytől? Vagy egyáltalán nem tudom, hogy hány magyar csapat indul? Hú, ez most fogós kérdés. Igazából sokkal nagyobb nívót ad a versenynek a kategorizált csapat, és amit említettem, a másodosztályi csapat, a CCC Polkovice, ők tavaly a Giro d'Italián úgynevezett szabadkártyával indultak, és olyan emberek, olyan versenyzők is itt lesznek ebbe a mezőnybe, akik ott versenyeznek, most, illetve most nem, hát a tavalyi évben ott versenyeztek, és hát ugye a lehetőség az adott a magyar csapatnak. Idéntől van két kontinentális alakulatunk, a Pannon Cycling Team, illetve a Kőbánya Cycling Team, akik hát nagyon sok szakmai és anyagi vonzat árán jutottak el idáig, hogy legyenek, és miután ez az ötödik lesz a sorba ez a verseny, a V4 verseny, szeretnénk végre magyar győztesnek ünnepen, vagy tapsolni, tehát szeretnénk magyar győztes. Most így nézzünk rád, Marcikám, tiéd a felelősség, egy nem kis terhet raktunk a válladra. Milyen esélyt látsz? Hát előzetes rajtlistát már láttam, lesznek erős lengyel versenyzők, illetve csehek is. Nem tudom, pontosan nyilván megpróbálom megnyerni a versenyt, de azt mondom, hogyha a csapatban valaki top 10-be, esetleg top 5-be végezne, az már nekünk elég jó eredmény lenne. Ugye 12-én indul a Várkertbazártól, mikor tudjuk meg, hogy mikor állsz a dobogon, mi a vége a versenynek? Van egy itinerit, a gyönyörű bulletinben, ami előttünk van, kalkuláltuk az úszi szabályzás szerint minden egyes állomás, tehát Telkitől Cseszneken át, Pannonhalmáig megvan, hogy ha 39-es, 40-es, illetve 44-es átlaggal szágúldoznának a fiúk, akkor mikor érnek célba, és a legoptimistább, tehát hogyha 44-es átlagot tekernek a 168 km-es etapon, akkor 17-30 magasságában van a befutó Pannonhalmán, ami egyébként a versenynek a savaborsa lesz, hiszen ott 3,5 kört fognak megtenni az apátság körül, van benne egy 15%-os meredek is. A köszönős utolsó kör, mint mondjuk a Forma 1-ben, nem is látunk az integetős részt. Hát reméljük, hogy a dobogóra fogsz nekünk akkor visszaintegetni, vagy egy magyar csapat. Mindenképp köszönjük szépen. Köszönjük.